Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a határban, a Kutatóintézet búzatáblájában állunk dr. Fazekas Sándor fölművelésügyi miniszter úrral. Az előbb megnézte, hogy elkezdődött az aratás az intézetben. Országos szinten hogy áll a helyzet? Javában tart az aratás. Az árpa az már több mint kétharmad részbe a magtárakba került, és a búza aratása is megkezdődött. A kilátások kedvezőek, egy jó közepes termés várható, de nagyobb mennyiségű lesz, mint tavaly, várhatóan egy 10-15%-kal, és látszik az, hogy a Karcagi Kutatóintézet kiváló búzafajtái is bizonyítanak, hiszen ebben a táblában 6-6,5 tonna, de elképzelhető, hogy 7 tonna termés átlag is kijön. Országosan mintegy 5,1 millió tonna búza várható, és 1 millió 100 ezer hektáron vetettünk ebben az évben. A kilátások jók a piacon is, az árak ugyan mérsékeltek, de kereslet van. Európa nagy részén túltermelés várható, de van piac az egészséges, jó minőségű élelmiszernek, így a magyar búza is biztos, hogy megtalálja a vásárlókat. Itt Karcagon már az árparatása befejeződött, itt a gazdáknak többen azt tanácsolták, hogy tárolják be, hiszen 4600 lenne az az átvételi ár, ami úgy nullszaldós lenne, és még csak ilyen 3600-3800 között tart az ár. Mit tanácsol ön a gazdáknak? Azt hiszem, hogy a gazdák pontosan tudják a mozgásokat, nyilván a búza is ilyenkor aratás idején a legolcsóbb. Tároló kapacitásaink vannak, de van, aki azt mondja, hogy nem akar tárolni, nem akar kockáztatni mindazt, amivel a tárolás járhat. Én azt tanácsolom egyébként, hogy érdemes kivárni. Tehát ez az ár viszonylag stabil, a 4000-4400 forintos ár az viszonylag előre látható, és aki tárol, ha van kitartás, akkor később egy komolyabb bevételhez tud jutni. Európában összességében túltermelés van világméretekben is, de az emberiség el fogja fogyasztani, és a tőzsdei árakat ez befolyásolja, ugyanis Magyarországon is a búzára nem elsősorban a termelési költségtől, vagy a helyi piactól függ, hanem a világpiaciaktól. Én azt szeretném még javasolni, hogy amennyiben van olyan igény, akkor a Concordia RT-n keresztül tárolási kapacitást is tudunk biztosítani, azt jelezzék az érintettek. Akkor biztos mindenki megtalálja ezt a lehetőséget. Körülbelül mikorra végeznek az aratással? Ma már 2-3 hétnél nem igen tart tovább. Vannak olyan termőhelyek a felvidéki területen, északi középhegységben, ahol később érik, de olyan technikai háttér van, olyan fejlesztések történtek az elmúlt években, hogy az aratás derekát azt gyakorlatilag 2 hét alatt el lehet végezni. Természetesen kell hozzá jó Isten segítség, hogy olyan legyen az időjárás, mert most 2 héttel hamarabb van az aratás, de hogyha mondjuk egy esőfront, amire nincsen most igazából nagy szükség, bejönne, akkor az hátráltatna bennünket. Én látom azt, hogy komoly szakértelem van a gazdatársadalomban, és az elmúlt évek arra is megtanítottak mindenkit, hogy miképpen alkalmazkodjon a piaci áringadozásokhoz. A viszonylag alacsony ár egyébként, vagy közepesnek tekinthető ár az állattenyésztésnek kedvez, tehát ez a takarmányköltségben is megjelenik. Megnyugtató, hogy az ország kenyérgabona ellátása biztosított, az exportpiacra tudunk szállítani, és az több mint 5 millió tonnás várható termések jelentős része körülbelül fele kerül külpiacokra. A vetőmag ellátás is biztosított lesz a jövő évben. Köszönjük szépen! Köszönöm! Szelvány György államtitkár úrral beszélgetünk. Itt az előbb miniszter úr említette a tárolás kapacitást, hogy ez rendelkezésre áll. Mi ennek a módja, tehát akinek nincs saját, az közraktározás keretében hogyan tudja ezt megoldani? Hát valóban a tárolókapacitással az ország elég jól áll, hogyha valakinek ilyen jellegű problémája van, az a legjobb, hogyha társul a gazdatársaival, és közösen próbálnak közraktárba, művi közraktárba, vagy valamilyen más formába, Concordián keresztül, tehát vannak ezek a cégek, akik foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, tehát végül is megoldható. Nyilván, hogyha valaki kombájn mellől adja el a terményt, az a legolcsóbb, az a legrosszabb, tehát aki ezt meg tudja tenni és meg tudja finanszírozni a készletet, erre egyébként forgóeszköz hitelek is állnak rendelkezésre, vagy maga a közraktári jegy, ami szintén kezelhető, akkor meg tudja oldani ezt a problémát. Korábban volt szó olyan tudósításokról is, hogy összefogtak a felvásárlók, és egy kartelszerű árat alakítottak ki. Erről önnek mi a véleménye?
Hát igen, erre oda kell figyelni, és a minisztérium figyelemmel kíséri a piaci árak mozgását. A gabonánál elsősorban a világpiaci árak a meghatározóak, és a világpiaci árakat pedig a kereslet, kínálat, a termésmennyiség, a felhasználás, a készletek, esetenként spekuláció is befolyásolhatja. Hát a jelenlegi magyarországi gabonárak is egyértelműen a világpiaci tendenciákat követik. Ugye tavaly decembertől idén áprilisig emelkedtek az árak, majd az április végi esőzéseknek követő terméskilátások következtében csökkentek, ahogy mondtam, az egész világon, nem csak Magyarországon. Jelenleg a búza ára ugye a 42-45 ezer forint per tonna körül mozog. Az árpa az valamivel 40 ezer forint alatt van tonnánként. Úgy gondolom, hogy a várható termésmennyiséget a piac már beáraszta, tehát én lényeges változás már az áraknál nem várok, de azért azt tudni kell, hogy még a főleg a búzánál a betakarítás szinte teljes egészében még előttünk áll, ugye akkor biztos minden, amikor már a magtárakban van. Én úgy gondolom, hogy ezek az árak ugyan alacsonyabbak, mint az egy évvel ezelőttiek voltak, viszont a hozamok kedvezőbbek, úgyhogy az egy hektárra jutó árbevétel figyelembe véve a teletalapú támogatások mértékét is igazából nem fog változni, nem fog csökkenni az előző évhez képest. Itt most egy nagyon szép táblában állunk, amelyet a vihar sem döntött le, meg jégkár sem vert el, de azért vannak olyan termelők, akik nem voltak ilyen szerencsések. Ők számíthatnak esetleg valami kárenyhítésre? Hát ugye az idei telünk az enyhe volt nagyon, és csapadék szegény, és elsősorban ennek köszönhetően idézőjelbe az egyes rágcsálók, a mezei pockok nagyon elszaporodtak az ország, főleg déli részein, Csongrád, Békés, Baranya megyében elsősorban, de itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében is eltérő mértékben, de vannak komolyabb károk. Hát ez mindenféleképpen gondot okoz. Jég, vihar, egyéb kár az nem volt. Most a kárenyítési rendszerünk az ilyen pocok kár, meg ilyen jellegű károkat azt nem tudja kezelni. Ott a védekezés lehet az, ami hát egyfelől nagyon szigorúan szabályozott, másfelől pedig oda kell figyelni a megfelelő agrotechnológiára, vagy a biológiai védekezésre, a téfák kitételére, a ragadozó madarak részére, és hát végső esetben van a vegyi védekezés, amelyre a szükséges előírások betartása mellett lehet elvégezni. Úgyhogy ezúton is fölhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy az aratás befejezése után a szükséges talajmunkákat, tarlóhántást, szántási munkálatokat minél előbb végezzék el annak érdekében, hogy a most meglevő pocokállomány az minél kisebb kárt tudjon okozni majd a vetési munkáknál. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Dr. Zsámbeli Józsefet, a Kutatóintézet igazgatóját kérdezzük az aratási kilátásaikról. Itt vagyunk egy szép búza táblában, ahol jelenleg is aratnak. Milyen termést várnak? Igen, elkezdődött a búza aratás, az árpa aratásán már túl vagyunk, mint egy hete be is fejeztük. Az átlagosnál jobb termést várunk, kifejezetten ugye a saját fajtáinktól még inkább, amelyek ezekhez a termőhelyi körülményekhez jól alkalmazkodnak. Én úgy gondolom, hogy üzemi táblákon is egy 6-7 tonnás átlagterméssel számolhatunk hektáronként. Ez a tavalyi évhez képest több, kevesebb, vagy úgy nagyjából annyi? Nem kiugróan magasabb, valamivel pár százalékkal többnek ítélem meg az idei terméskilátást. Természetesen meglátjuk, hogy majd a más, amit mutat a végén. Árpából egyébként nagyon jó termésünk volt az átlag fölötti, a üzemi szinten 5,5 tonna per hektár volt a termése, de volt olyan fajtánk, ami ugyan bár üzemi területen, de kisebb területen 7 tonnás termés átlagot produkált. Hát ez nagyon jó, hiszen Karcagon azért volt olyan gazda, akinek csak 1 tonna, 1,2 tonnát sikerült. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Van-e olyan fajtájuk, ami esetleg most lett tavaly vagy idén vetve, és most már mutatkozik, hogy igen, nagyon jó terméskilátások várhatók? Igen, hát visszatérve egy picit az árpára, ott a kunsági 2-es fajtánk volt az, amelyik kiemelkedő termés eredményt hozott. Természetesen egy jobb talajon, tehát egy 22 aranykor, viszonylag jobb talajon, 22 aranykorás talajon.
búzából van egy új fajtánk, a KG Vitéz a nevezetű, amely most úgy tűnik, hogy jó termést produkál, illetve amit meg kell említeni, az idén problémát okozott a sárgarosda megjelenése, és azt mutatja ez a fajta, hogy a sárgarosdának ennek a rasszára, ami most megjelent, erre rezisztens, tehát ennek ellenáll. Hát akkor azt mondja, ennek sok termelő fog örülni, hiszen azért itt a karcagi határban is sok problémát okozott ez. Én azt kívánom, hogy ilyen gyönyörű időben tudjanak aratni, hiszen ez ideális. Igen, hát ugye volt egy kis csapadék, ami úgy gondolom azért nem hátráltatta az aratást. Most kezdtünk bele valóban. Nyilván a 300 hektárnyi búzánkat, amire betakarítjuk az eltelt egy darabig. Ez a szeles napos idő természetesen kedvez annak, hogy az érési folyamatnak, illetve az, hogy kiszáradjon, és ne kelljen sokat szállítani majd a terményen. Jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen!